A megtorlás. Bécs tele van nácival, fiam. Sőt, egész Ausztria. Élnek, mint hal a vízben, büntetlenül. Mintha mi sem történt volna. Emlékszel még a számtan tanáromra? Az osztálytársaim folyton kigúnyoltak. És te csak némán tűrted. Igen. Mert ha panaszkodom, talán téged vesznek elő. Holnap Frenkel asszonnyal Svájcba megyünk. Bankügyet intézünk. Eljuttatnád ezt egy ismerősömnek? De kinek? 10 órára várnak. Beletettem a címet. Kérlek, légy pontos. Eichmann különös elfogás a vezető hírlett, és a fényképem ott virított a lapokban. Azóta legalább komolyabban vesznek Bécsben is, legalábbis egy kicsivel. Ugyanakkor a kislányomnak rendőri kísérettel kell iskolába járnia. Ám nyilván ön is sejti, hogy Eichmann csupán a jéghegy csúcsa. Mengele, Brunner, Heim, Maurer, és így tovább. Feltehetően több száz náci háborús bűnös él gondtalanul Ausztriában. Németországban pedig valószínűleg még ennél is többen lehetnek. Na de miért nem kerülnek a törvényszék elé? Egy igazi Don Quixote kellene ahhoz, hogy büntető eljárást kezdeményezzen a nácik ellen. Hogy? Leginkább azért, mert álnéven rejtőznek a legtöbbjük jogász, tanár, vállalkozó, és beférkőztek még a minisztérium soraiba is, és így aztán rejtve marad az eddig elkövetett sok törvénytelenség, sőt újakkal tetézik azokat. Viszont a maga édesapja, ajbá tűnik, mégis hajlandó felvenni a kesztyűt. Weizmannék elmennek. Méghozzá Amerikába. Tényleg? Bizony. A férfi azt mondja, hogy nem tud így tovább létezni ebben a bezártságban. De hiszen pont ezen dolgozunk. Hogy mielőbb megteremtsük a szabad élet feltételeit. De tényleg, hová teheted be a lábad kipával a fejed búbján? Nem ez a lényeg. Weizmannnak talán mégis. Fogadok, hogy sokan bármikor készen lennének újra Hell Hitlert kiáltani. Nekik továbbra is piszkos zsidók vagyunk. Pénzhajhászok.
Másoknak pedig túl feketék a feketék. Ez... Ide hallgass, Viktor. Bemutatnék neked valakit, de ígérd meg, hogy ez kettőnk között marad. Jól tudom, hogy anyád és a nővéred meghaltak Mauthausenben. És a nagynénje. A nagyszüleit pedig a barátom szeme láttára egy hentes késsel ölték meg, amikor rájuk találtak az erdőben. Amik te? Valahogy kijuttatom. Magára maradt. 8 évesen egy sötét erdőben. Mm. Sejted, hogy én ki vagyok, Viktor? Az vagyok, aki gondoskodik róla, hogy neked és a tiédnek, a barátaidnak és a szeretteidnek ne essék baja. És ehhez szükség van olyan rendes fickókra, mint a barátod Dari meg te. De mégis mit kell tennünk? Hát, vegyük például a zsinagógát. Mi van, ha valaki fejébe veszi, hogy bombát robbant benne? Vagy lövöldözni kezd, mert utálja a zsidókat. Ennek elejét kell venni. Fúrja az oldalamat, hogy mit akarsz mutatni. Mi ez az egész? Nem akarom ilyen gyerekes csínytevés miatt megütni a bokámat. Van itt valami, ami még jól jöhet. Na, mit szólsz? Ezt az elődeink még Izraelből hozták magukkal. De azóta az atyáink megöregedtek. Rajtad, rajtam és a barátainkon van most a sor, hogy cselekedjünk. Na de... Csak nem gondolod komolyan, hogy ezekkel kéne harcolnunk? Na, elvihetlek egy körre. A szüleim meg akarnak ismerni. És mit meséltél róla? Csak azt, hogy nem régóta vagy Bécsben, mert eddig Angliában tanultál. Mást nem is. Tudod, nem annyira modernek. Legalábbis úgy gondolom. Úgy gondolod? Viszont katolikusak. Méghozzá bigottan. És ehhez mégis mit szólnak? Erről mit sem sejtenek. Apa! Halló? Wiesenthal vagyok. Az édesapjával szeretnék beszélni. Azt hiszem, alszik már. Hallgasson ide, Viktor. Az édesapja megbízott, hogy nézzek utána egy bizonyos illetőnek. Kurt Gogol.
SS szakaszvezető volt, valamint parancsnok a Mauthauseni koncentrációs táborban. Ez a férfi több száz fogoly haláláért felelős, mindazonáltal háborítatlanul éldegél a Wolfgang-tó Kies partján. Felvette a felesége lánykori nevét, Hartinger. Honnan tud erről? Egy egykori Mauthauseni fogoly, aki éppen a környéken nyaralt, felismerte és értesített róla engem. Ez a Gogol, vagyis Kurt Hartinger, a helyi elemi iskola igazgatója. És így az ottani helyi közösség jeles és jelentős tagja. Netán ismeri őt? Szóval az úr Szabó, ha jól értettem. Nem egészen. Ruhaanyaggal kereskedünk. De van saját kollekciónk is. De Sauer úr vállalkozó. Igazán? Családi cégük van. Na hát, hány generáció óta? Én vagyok már a negyedik. A nácik ugyan kisajátítottak minket, de apám 3 éven át harcolt az áriásítás ellen. Még végül visszakapta a vállalkozást. Igaz, hogy meglehetősen lepusztult állapotban. Ezek szerint zsidó vagy, igaz? Igen. És azóta szépen megy az üzlet? Nem válthatnánk inkább témát. Én nem is tudtam, hogy Bécsben még manapság is vannak zsidók. Nos... Sok zsidót valóban meggyilkoltak a nácik. A családomból például csak apám élt túl. Önök mivel foglalkoznak, ha megkérdezhetem? Apa részlegvezető egy bútorgyárban. De ezt meséltem, emlékszel? Lehet, hogy a ti gyáratokat is áriásították. Ugyan, miket beszélsz? Nem, semmi ilyesmi. Bocsáss meg, butaság volt. Mondhattam volna nekik. Mit? Hogy zsidó vagyok? A szüleimnek nem az számít, hogy valaki zsidó vagy néger.
Sokáig én sem tudtam, hogy te... Miért van az az érzésem, hogy a zsidók a mai napig valahogy nem kívánatosak? Ez marhaság, Viktor. A legtöbben még mindig nem tudják, hogy valójában mi is történt. Néha úgy érzem magam akár egy gettó lakó. Tényleg? Vagy mint egy eltévedt háborús menekült. El kell ismerned, hogy kissé túlérzékeny vagy a témában. Érzékeny? Komplikált. Túl komplikált? Nem találom a megfelelő jelzőt. A te apád kihez húzott a háború alatt? Tanúkra lesz szükség. Olyan sértettekre, akik hajlandók ismét tanúvallomást tenni Gogl ellen. Hogy ismét? Az amerikaiak még Dachauban katonai bíróság előtt tárgyaltak nem egy Mauthauseni esetet. Gogl neve is többször felmerült, csak hogy ő már rejtőzködött, álnevet vett fel. De most nem menekül. Mit tehetünk? Bíróság elé visszük az ügyet. Nem lesz egyszerű. Azzal kezdjük, hogy felhívást intézzünk a Mauthauseni foglyok szervezetéhez, remélve, hogy találunk a tagok között olyanokat, akik nem félnek tanúskodni Gogl ellen. Na és addig? Mindenképpen jó lenne, Paul, ha leírnád, hogy Goglnak milyen rémtettei voltak, amelyeknek személyesen is tanúja voltál. Sajnos, ez nem fog menni. De igen, apa, meg tudod csinálni, majd segítek én is. És aztán? Benyújtjuk ezt az írományt a belügyminisztériumnak. Erre muszáj lesz reagálniuk. Ajánlott leveled jött. A Salzburgi tartományi bíróságtól. Bíró úr, biztosra veszem, hogy a tanúk összetévesztenek engem Hartmannal. Ő egykor a felettesem volt, és valóban előfordult, hogy ütlegelte a foglyokat. Nos, ennek tanúja voltam többször is. Gottfried Hartmann, SS Obersturmbannführer. Valahol Oroszországban esett el. Mindenre később még visszatérünk, miután meghallgattuk a tanúkat, és azonosították önt, vagy éppenséggel nem. Bíró úr! Az egyforma sisak elmosta a különbözőségeinket. Egyforma volt még a hajviseletünk is. Csak bátran, bajtás. Na végre, hogy valaki megmondta. Csendet kérek az esküdcégtől. Többek egybehangzó kijelentése szerint ön néhány héttel ezelőtt felkereste Weitrában a Waldviertelben Richard Kunt, a vád egyik tanúját. Úgy van. Ez így igaz, így történt. Szerettem volna felfrissíteni az emlékezetemet, felidézni, pontosan mi és hogyan történt. Ehhez szerettem volna némi mankót kapni tőle. Hiszen szörnyű idők voltak, néhány dolgot szándékosan is felejteni akartam. A nejem ide telefonált önnek. Hogy mi mindenről szó nem esett, azt nehéz lenne itt most elsorolni. Kuhn úr szemtanúja volt bizonyos eseményeknek, amelyek a Mauthauseni tábor ejtőernyős falként nevezett sziklájánál történtek. Idézem. Gogl addig ütlegelt és rugdosott egy idős foglyot, amíg az belehalt a sérüléseibe. Ugyanezen tanúvallomás szerint egy másik alkalommal maga letaszított egy foglyot a szikla meredélyen, aki halálát lelte. Nem. Ez nem igaz. Nem tettem ilyet. Mivel magyarázza, hogy Kuhn úr váratlanul visszavonta a vallomását, amely önre nézve igencsak terhelő volt? Nos, egyszerű a magyarázat. Összetévesztett engem valaki mással. A bajtársaim sorra másra mondogatták is, hogy vigyázzak, legyek rése,
Mert könnyen össze lehet engem téveszteni Hartmann Obersturmbannführerrel. És tessék, meg is történt. Mert hát ez történt. Itt. Valamennyi tanú egyértelműen felismerte. Rámutattak a teremben. Szörnyű dolgokról számoltak be. Mégis valahogy az volt az érzésem, mintha még mindig 1938-at írnánk. Ugyan, Viktor. Higgy nekem, nem túlzás, amit mondok. Az ügyvéd azt mondja, hogy szerinte megáll a vád. Csupán a büntetés mértéke a kérdéses. Sok év eltelt már. Figyelj, le kell tennem. De miért? Hidd el, tényleg ez a helyzet? Holnap is hív fel, rendben? Megharagudtál valamiért? Nem, csak most le kell tennem. Szia! Mondd! Olvastad a mai híreket? A náci vadászok könyörtelen hadjárata. A zsidó barátod a címlapra került. Szakíts meg velem minden kapcsolatot, sürgősen. Na de... Hallgass rám, a te érdekedben mondom. De hát ez mégis... Apu, most komolyan? Megmondtam, punktum. Wiesenthalul, egy szóra. Milyen haszna lehet az efféle eljárásnak? Az eltelt évek során az olyan emberek, mint Gogol, mint társadalmilag, mint politikailag újra beilleszkedtek. Nem lenne tanácsos inkább békén hagyni? Semmilyen bűnt nem méricskélhetünk kettős mércivel, kedves uram. Csakis a törvény tárgyilagossága adhatja meg a választ a törvénytelenség korának kérdéseire. Jöjjön, Viktor, várakozunk inkább odabent. Ő lőtte agyon a gyermekemet. Susannét. Csak 6 éves volt. A szemünk láttára. Apró vadragolyóval. Jaj, csendet! Mit színészkedik itten? Színház az egész. Csend legyen! A tanú az érzelmi állapota miatt láthatóan nem tud további tanúvallomást tenni. Mára elengedem, Dessa úr. Nem, nem. Azután, hogy a feleségemmel végig kellett néznünk a kislányunk halálát. Majd Millát is megölte, és utána. Ez az ember megállt előttem, és a pisztolyát a számba dugta. A szememben nézett, és azt mondta. Mégsem. Téged életben hagylak. Hogy elmondhassd a többi fogolynak, mire számítsanak. Ha engedetlenek. Elég legyen. Csend legyen! Adtam egy nyugtató injekciót, úgyhogy alszik. De jó lenne, ha hazavinnék. Fárasztó napja volt. Majd én hazaviszem. Hmm. Ide! Ari, ne már! Itt vagyok! Üres a jobb oldal! Üdv, kislányom! Passzolj már! Nézd már! Jaj, szegény! Elesett szegény! Fúss! Fúss! Lőd be! Ez az! Csak sikerült! Itt vagyok, passzolj! Nézd már, egy labda. Viktor, hagyd, keresünk másik labdát. Na mi van, kell?
Menjünk innen. A labdát, Léci. Tessék? Mondd hangosabban. A labdánk. Ja, hogy a labdájukat. Először is szépen kéred, ugye? Másodszor ez már a mi labdánk. Ez marhaság. Na ne mondd. Akkor mi lesz? Most elveszed? Na jó, elég. Húzzunk el. Gyere. Na mi lesz? Beszartál zsidókám. Nagyon meglepődtem, hogy úgy neki mentél a szemétkedőknek. Hülye voltam. Igazad volt. Tényleg? Köztársaságunk nevében a felkért esküdtek meghozták a döntést. Úgy ítélték, hogy a vádlott, Kurt Gogol az ellene felhozott 21 vádpont egyikében sem bűnös. Beszélek az ügyésszel. Semmiségi panaszt kell benyújtani. Milyen alapon? Az esküdtszék tagjainak befolyásolása okán. Ráhatás nélkül sohasem hoztak volna ilyen döntést. Skandallum. Mi több árulás valamennyi áldozattal és a túlélőkkel szemben. Milyenek az esélyeink a fellebezéssel? Külföldi vízhangja is lesz. Újra kell tárgyaltatni az ügyet. Mindenképpen folytatjuk a küzdelmet. Félek, ehhez nincs elég erőm. Ha nem folytatjuk, feledésbe merül. Bírni fogjuk abba. Az államra nem számíthatunk. Sosem számíthattunk. Ez mindig is így volt, és így is marad. A szabad lét nem az államhatalom, vagy a jóisten ajándéka. Folyvást küzdeni kell érte. Nap mint nap. Szervusz. Jó estét. Merre jártál egész nap? Autókáztam a környéken, amerre rég nem jártam. A gazember Gogol a náci haverjai körében ott üldögél a Wolfgang Z partján. Horgászgat minket, meg hülyére vesz. Azon töprengek nem lehetne külföldön perbe fogni. Rá kell ijeszteni. Figyelj, meg kéne veretni. 5-6-an rámegyünk. Csak hogy attól még nem kerül rács mögé. És ha vele is úgy járnánk el, mint Eichmannal? Raboljuk el és vigyük ki Izraelbe, komolyan? Miért is ne? Nem nagy ügy rajta ütni. Nem, de aztán... Lássuk, letámadjuk, kloroformmal bekábítjuk, betesszük a kocsit csomagtartójába, és meg sem állunk vele Izraelig, ott elítélik. Kb. 6000 km autóút, kompalátszeljük a földközi tenger Tuniszig, majd irány Líbia és Egyiptom. Gogol meg el lesz a csomagtartóban. Akkor meg mit tegyük? Karba tett kézzel várjuk a sült galambot. Talán appellálhatnánk a lelkiismeret furdalásra. Ugyan kérlek, nincs lelkiismerete.
Ma este a vendéglőben. Rendben, és iszunk egyet Google győzelmére. Psz. Mi lehet ilyenkor? Fogalmam sincs. Éjszaka van. Te meg mit akarsz itt? Azt, hogy mondja meg az igazat. Tűnj innen a pokolba! Eljön az idő, amikor szembe kell néznie a tetteivel. Tegye meg most! Fenyegetni mersz, kölyök? Jobb, ha békén hagyja az uramat. Semmit sem csinált. Hallhatta, felmentették. Sosem lelhet békére. A puszta létünkkel arra emlékeztetjük, hogy hány ember halála szárad a lelkén. Nem lesz se éjjele, se nappala. Menj be és hívd a csendőröket! Képtelen vagyok megérteni, mi vezette arra, amit tett. Hogyan volt képes ilyesmit csinálni? Nem! Csináltam semmit, megértetted? Akit az apja pénzel és francos magániskolába jár Angliában, annak halvány fogalma sem lehet arról, mit jelentett a háború. Nem merd molesztálni a férjemet, te büzes kis zsidó! Bemegyünk és hívjuk a csendőrséget. Se éjjel. Se nappala. Amíg csak élek. Jó estét! Bejelentést szeretnék tenni. Még egyszer meg ne lássalak a portámon! Megértetted? Be nem mert tenni a lábadat! Itt áll az ajtóban, azért ti vagytok a gazemberek! A halottakkal cimboráltok! Halló? Jó napot, Dr. Zimmermann vagyok. Az ügyészség visszavonta a semmiségi kérelmet. Tessék! Sajnos, teljességgel érthetetlen. Mi történt? Az igazságügyi minisztérium tegnapi ülésén így döntöttek. Biztosra vehető, hogy politikai szándék van a háttérben. Ez azt jelenti, hogy Google mostantól szabad ember. Innentől kezembe veszem az ügyet. Te és Ari maradjatok ki belőle. Veletek rizikós lenne. Valaki még felismert titeket. Na mi az? Én nem fogom megölni. Valami nagyon elgondolkodtál. Azon tűnődöm, hogy lesz ez tovább. Mire gondolsz? Hát, hogy ha továbbra is együtt maradunk. Hé, csak nem megkéred a kezemet. Egyelőre még nem. Ha nem, hát nem. Mert én nem akarok olyan lenni, mint az anyám. Vezeti a háztartást és játssza a jó kis feleséget. Senki sem akarja a szülei hibáit elkövetni. Nálunk otthon most. Nos, eléggé feszült a helyzet emiatt a hacacári miatt. Gondolom, el tudod képzelni. Hát még a tárgyalás milyen feszült volt. Apám megtiltotta, hogy találkozzak veled. Miért? Azért, mert zsidó vagyok. Kérlek, mondd meg neki, hogy
Azt üzenem, hogy legközelebb a koszos kis bútorgyára történetét fogom kutatni. És amennyiben kiderül, hogy... Az az igazság, hogy én sem szeretnék zsidóvá lenni. Komolyan. És nem a nácik miatt, nem, csak egyszerűen... Anna, miattam nem kell zsidóvá lenned. Valójában a vallás vagy a hit arról szólna, hogy összekösse az embereket. Ki lehet az? Meg sem kérdezem, hogy zavarok-e, hiszen látom, hogy égelne. Bemehetek? Kinek van joga ahhoz, hogy öljön, Viktor? Senkinek. Miért? Senkinek. Sem az államnak, sem a rezsimnek, sem a katonáknak, senkinek. És mégis megtörténik, noha még a Biblia is tiltja, nem de? Úgy látszik, a hit háttérbe szorul, amint egy vezető húsvér valójában a színre lép. Ilyenkor megfeledkezünk az egyistenről. Véleményem szerint nagy hiba a vallást és a politikát összekeverni, mert a két dolog alapjában különbözik. Miért? Történt valami? Maga szerint történt? Botorság volna az igazságszolgáltatást a saját kezébe venni, higgyen nekem. De ez egy gyilkos. Igen. Ellentétben velünk. Az erőszak, Viktor, hasonlít a gyomnövényhez. Még a legnagyobb szárazság idején sem pusztul ki. Az emberek, amikor összefognak, hogy megfélemlítsék a politikusokat, esetleg egyik versenytársukat, egy idegent, vagy valakit, aki másként gondolkodik. Képesek bombát hajítani csak azért, hogy keresztül vigyék az eszméiket. Az sem számít, ha ártatlanok is odavesznek. Az erőszakot csírájában kell elfojtani. Mert ha agyom elburjánzik, képes hamarosan mindent ellepni. És hogyan képzeli ezt a gyomírtást? A gonddal megművelt kertben nincs esélye rá, hogy kifejlődjék. És mi van, ha már felütötte a fejét? Akkor kertészt kell hívni, aki ért ahhoz, hogyan kell a gazt kiírtani. Kedvelem magát, Viktor. Nagyon is megkedveltem. Kérem, vigyázzon magára, valamint az édesapjára is. Hát ez meg ki volt? Ketten a Salzburgi kórházban fekszenek. Állítólag a rendőrség még nem tudta kihallgatni őket. A másik kettőnek az utolsó pillanatban sikerült kereket oldania. Mégis mi történt? Gogol az egyik barátja társaságában volt, aki hirtelen kést rántott. Aztán ott termett egy csomó másik fickó boxerrel támadtak. Meg más egyéb eszközökkel, ami épp a kezükbe került. Tudni akarták, hogy kiküldte a támadóikat rájuk. Gondolom nem lesz nehéz kitalálniuk. Van hová elrejtőznöd néhány hétre? Szerzek egy pisztolyt, hogy legyen az is biztos, ami biztos. Nem, nem kell. Hogy jó büdös francba! Viktor, le kell lépned! Méghozzá azonnal! Hallod, amit mondok? Tűnés! Mi lesz apával? Benn fekszik a kórházban, majd az apám gondját viseli. Te sem tehetnél érte most egyebet. Találjunk egy jó indokot. Mondjuk meglátogatod egy olaszországi iskolatársadat. Most mi lesz? Becsomagoljak neked! Mi szép van az utazásban, ha valaki egyedül utazik?
Az ember esetleg új dolgokat tudhat meg önmagáról. Baromság. Magányos leszel. Majd elválik. Csak néhány napról van szó. Fiam, ha bejut a krak, annak három kimenetele lehet. Vagy megvilágosít, vagy elpusztít. De az is lehet, hogy megerősít. Nézem az arcodat. És aggódom érted. Meddig tart el utózni Olaszországba? A tengerhez? Aha. Úgy 7-8 óra talán. Egyszer én is szeretnék elmenni oda. Legközelebb te is eljöhetnél. Na és miért nem most? Hát, mert az apád nem engedné. És aztán mi van, ha én menni szeretnék? Elvégre már felnőtt vagyok. Apu ebbe... Ne szóljon bele. És ezt meg is mondtad neki? Azt mondtad, mindig velem akarsz lenni. Akkor ez mégsem igaz? Mégsem. És miért nem így hirtelen? Van itt néhány dolog, amit meg kellene... beszélnünk. Bravo! Bravo, gyerekek! Köszönöm nektek! Köszönjük, igazgató úr! Összesimulnak, mint a szeretők, úgyhogy ezt tesszük mi is. Ne is hallgass ide, Erika. Hallottam én cifrábat is. Köszönöm. Na, rendben vagyunk? Minden rendben, pont elegendő. Egészségükre. Egészségére. Jó estét. Iszik valamit, fiatal úr? Egy sört kérek. Maga hová valósi? Salzburgba. Egy városi? Hozom a sört. És ezek, akik feljelentették Hartinget... Google, meg Google a valódi neve. Mindegy. Kötél kéne az egész bagásnak. Tárgyalás nélkül csak... Az a kettő, aki a kórházban van. Azok már nem tanúskodnak. Ezt meg honnan tudod? Perl mesélte. Mert ő nekik kell őrizni őket. Emlékeztek, futottak, mint a nyulak! Ami azt illeti, urak, ezt a Google-t alaposan meghúzolták. De mit vársz egy bépsitől? Folyvást visszájtszítanak, örökös bajkeverők. Pontosan. Prosit. Prosit. Itt is van. Prosit. 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 Fenékig. Hozhatok még valamit? Zsidók, zsidók. Mindig csak a szegény zsidók. Miért mi nem szenvedtünk? Sokunkat gránát tépett szét a közvetlen közelünkben. Vagy a katonai kórházban haltak meg sorban, mint a legyek.
vagy eltűntek a hó és ég alatt. Akkoriban mindnyájan tettük, amit kellett. Szép is lenne, ha most 20 évvel később még le is csuknák az embert a hazaszolgálatáért. Szegény Google, az aljas vágyaikkal befeketítették, ez a legrosszabb benne. Csak nehogy kárt tegyen magában. Google-nek rákja van. Tényleg? Prostata. A feleségem mesélte. Pont asszisztált az orvosnak, amikor a jó ember bement vizsgálatra. Most a... Pszcs. Hozna még egy korsóval? Nocsak. Most mi van? Semmi, Kurt. Mindig számíthatsz ránk. Melletted állunk. Remek, köszönöm. De most mennem kell. Reggel korán kell kelnünk. Tessék, itt van a sör. Igaza van, uraim. És mi legyen azzal a sok vadhússal? Akkor hadd vigye haza Erika, ami kell neki. De ha akarod, te is vihetsz. Én biztos nem viszek. A család nem igen eszik hús. Erika, írj az egészet a számlámra. Már megtörtént. Köszönjük, polgármester úr. Semmiség. Na, jó éjszakát. Volt. Jó éjszakát. Szervusztok. Jó éjszakát. Na, hogy ezik a sör? A számlát kérem. És mi hozta mi felénk? Én éppen nyaralok. Nem tűnik üdülő vendégnek. De igazából Salzburginak sem. Ismerhetem valahonnan? Nem, nem hiszem. No, várjon csak. Én ide valósi vagyok. Ha meg akar tudni valamit. Üdvözlöm Önöket a mai hajtóvadászaton. Apró vadra fogunk lőni sörétes puskával. A hajtók indulnak Kürtszó után, ahogy mindig. Csak kifele lehet majd lőni. Minden egyéb lőirány szigorúan tilos. Nehogy véletlen lelőjük egy bajtársunkat. Ez senki nem akarja, ugye? Akkor hát, vadászatra fel! 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 Ez teli találat. Na, mit kaptunk, puska, végre? Nyúl úrfit. Nem menekületett Éder úr elől. Oh, hát nem kilokasztotta a bundádat. Olyan, mint nem is történt már ilyen. Thank you.
lesz neki. Hagyom, hadd próbálja ki magát. Gyere, Barkó, gyere ide! Ez igen. A mozgást. Hol van? Én még szerettem volna egy nyulat is puska végre kapni. Igazad volt, már is fázom. Barkó! Már megint hol a kutya? Barkó! Barkó! Miért nem jössz ide, ha hívlak? Találtál ott valamit? Indul! Egy kis csendet kérek, uraim! Induljunk vissza a vadászházba, ott majd kiterítjük a zsákmányt. Berendezetten kérem. És Koffler, te fotózol. Indulás. Mindjárt jövök. Én betolok egy snapsot. Jó lesz majd az étel. Most le akarsz lőni, vagy mi? Nem fogsz lőni. Azt maga nem tudhatja. Mondd, mit akarsz tőlem? Fiacskám, he? Tudom, emlékeztetni akarsz. Lefelé. Nincs ott semmi. Gyerünk. Érdekes puska. Cseh gyártmány, igaz? Kíváncsi lennék, vajon hány emberre lőttek már vele? Induljon lefele, már várja ott egy autó. Nézzék csak! Ez még mindig megvan. A szolgálati fegyverem. Mauthausenből. Azt tudtad-e, hogy a legtöbben jobban szeretik a fehér héjú tyúktojást, mint a barna héjút? A baromfi tenyésztők komoly lépéseket tettek ennek érdekében a gazdaságaikban, hogy megfeleljenek az igényeknek. Méghozzá tudod, hogyan? Tudod, mit csinálnak? Fogják és elkülönítik a barna pihés csibéket. Külön teszik őket és elgázosítják. Ilyen egyszerű. És előbb-utóbb csak fehér héjú tojások lesznek.
Fegyvert letenni! Semmi gond, ide! Ennek a fajtájával egyedül is el tudok bánni. Nem ez a semmire kellő jelentett fel téged? Ez a Bipsi volt az? Nyugi, nyugi, nyugi! Csak hadd menjen. Megtáncoltassuk egy kicsit? Ezek szeretnek táncolni. Én inkább lelövöm. Nem! Semmi értelme. Már éppen az autójához készült, hogy elhajtson. És soha többé nem bukkan fel erre, igaz? Szóval... Hagyjátok! Nyugalom. Futás. Gyerünk! Indulj! Futás! A mocskos zsidója! Ide ne tudd még egyszer a képet! Mint aki az olasz tengerpartról készül hazatérni. Nem, hát akkor milyen? Nagyon távoli. Mondd, titkolsz előlem valamit? Miért? Csak mert az utóbbi időben nagyon megváltoztál. Mi lenne, ha hozzám költöznél, amint hazaértem? Nálunk van elég hely. Apám szerint nem költözhetek el otthonról, csak ha férjhez megyek. Akkor most megkéred a kezem. Apa azt is mondta, hogy egy zsidóval kötendő házassághoz nem adja áldását. Szóval akkor mégiscsak mindenben szót fogadsz az apádnak. Nem, dehogy. Csak hogy szerintem a házasság olyan ósdi intézmény. Igen? Kinyitni, bűnügyi rendőrség. Nem hallotta? Rendőrség, ön Dessauer úr. Feljelentés érkezett önnek. Hogyan? Engedély nélküli fegyver használatért. Valamint magánlagsértésért, éjszakai rendzavarásért és testi sértésért. Ez hosszú büllaistrom. Ez csak valami téverés. Hol van a fegyver? Sehol sincs, nincsen fegyverem. Jó. Állj, ehhez nincs joguk. Miért is? Törvénytelen. Nincs joguk csak úgy átkutatni a szobámat. Ügyvédet kérek. Szóval, a fegyverbirtoklás még nem büntet, de nem kellett volna vele fel alá sétálgatni. Nincsen fegyverem, és felkérem önöket, Luszti! Hogy... Az ágy alá tette. Ahogy szokták. Roppant találékony. Csegyártmány. És meg is van töltve. Ivy. Itt kell aláírni. Pillanat, először figyelmesen elolvassuk. Hogyne, arra már nincs idő. És hogyan tovább? A fegyvert elkobozzuk, és mivel azt állítja, nem tudja, honnét került önhöz, a bíró büntetést fog kirúni. Ja, úgy kb. 20 lepedőt. Mennyit? 20 000? Viktor, nyugalom. Ők csak rendőrök, nem a bíróság. Azt nem mondja, hogy nincs pénze. Mindegyikük jól kitömött seftelő, nem? Ez pontosan hogy érti? Nem mi alkotjuk a törvényt, csupán az a dolgunk, hogy betartassuk. Határozottan lebeszéllek erről. Na, az iratokat postázzuk önnek, csatolva a Hartinger úr feljelentését. Google. Google-nak hívják az urat. Jó, mindegy. Felmerült, hogy pár Schmasszert is rászabadítottak az úrra. Rágalom. Ezt határozottan visszautasítjuk. Persze, majd a nyomozás kideríti. Induljunk. Na viszlát, uraim. Vagy ha jobban tetszik, Shalom. Panaszt fogok tenni mindkettőjük ellen. Miért? Majd megtudja, miért. Shalom. Ezek a zsidók nem értik a viccet. Tulajdonképpen mit csináltatok a háború alatt? Apa, te katona voltál, ugye? Nem mindegy, az már régen volt. De én szeretném tudni.
Apu, te is a náciknál voltál? Látod? Teljesen összezavarod az öcsédet a hülye kérdezősködéseddel. Nem, apu egyáltalán nem volt náci katona. Akkoriban minden férfinak be kellett vonulni, különben kivégezték. Tényleg? Egyszer azt mesélted, hogy frontszolgálaton is voltál. Vagy nem így volt? Mondok én neked valamit. Szerencsére te már a háború után születtél. Nem éltél még a háborús időkben, nem tudhatod, mi mentünk keresztül. Te a helyünkben más tettél volna? Bírálsz, mert a zsidó udvarlód el akarja hitetni veled, hogy lett volna más választásunk? Te is öltél embereket. Ezt a beszélgetést egyszer s mindenkorra befejeztük. Nem tettünk semmi rosszat, nincs miért szégyelni magunkat. És ezt elmondhatod a kedves barátodnak is. Alig, ha fogja elhinni nekem. Na, most felmégy a szobádba, és ma már le sem jössz. És leszel szíves szakítani azzal a zsidó fiúval. Megtiltom, hogy találkozzatok egyszer s mindenkorra. Megértetted? Akkor most már válaszolhatsz a kérdésemre, hogy náci voltál-e. Indíts a szobádba! Rudi, kérlek. Szóval, ezek szerint zsidóval nem járhatok. És egy négerrel? És mi van a homoszexuálisokkal? Hannes, ez nem neked való téma, menj fel! Ennek miért van jelentősége? De anya, szeretném én is. Most rögtön indulj! Nem ér, én is hallani akarom. Akkoriban minden fiatal embernek be kellett vonulnia. Elhiheted, hogy nem önként és dalolva mentem én sem. Nem hiányzott, hogy ezeket az ősrégi történéseket, amikről senki sem beszél, újra felhánytorgassák, és pont ebéd közben. Ráadásul a saját lányom. Rudi, nyugalom, Anna még fiatal, nem érti. Nem. Már nem kislány. Anna, szívből kívánom, hogy sose kerülj olyan helyzetbe, amilyenbe bennünket sodort az élet. Csak annyit szeretnék, hogy beszélhessünk róla. Most már elég legyen, te naív kis hülye. Különben eljár az anyai kezem, bármennyire felnőtt vagy is. Húzatva. Na és? Hogyan tovább? Sehogy. Erről ennyit. Három rendben jelentettek fel. Nem állhatunk le. Most már igazán rá kell ijeszteni. Be kell szaratni ezt a Google-t. Ez nem ijed meg semmitől, nem érted? Hát, ha van kiskapu, és újra lehet indítani az eljárást. Egyszer már nekifutottunk. De ha lenne, másodjára is felmentenék. Nem biztos. Úgy látom, még hiszel az osztrák igazságszolgáltatásban. Csak az Isten tudja, miért. Miért van az az érzésem, hogy valamit eltitkolsz? Vajon meddig folytatják még? De mit? Hogy mit? Hiszen felmentettek, drágám. Nem bűnös. Hallhattad? De ezek csak nem hagynak nyugton. És most mit csinálják? Szeretném, ha egyszer is mindenkorra vége lenne. Bár az itteni emberek nagyon rendesek, és mellettünk állnak.
Én csak azt tettem, amit kellett, érted? A kötelességemet, katonaként. Mégis mit kellett volna csinálnom? Mentem volna Göringhez, mondván, hagyjon fel mindazzal, amit csinál. Vagy írtam volna Hitlernek egy baráti levelet? Ezekről ő mit sem tudott, Hitler. Voltak éppen mi voltunk az áldozatok. Igen. Nem tettél más, csak azt, amit a többi bajtársad is. Ilyen idők jártak. Akkoriban minden féreg előmászott az odújából. Mindent, amire korábban titkon gondoltak, most egyszerre hangosan ki lehetett kiabálni. Minden emberben legbelül ott lapul a gonosz is, Hermi. Benned és bennem is. És akkoriban valamiért sikerült nekik valahogy kihozni belőlünk, tudod? Egyszeriben számítottál, lettél valaki, értékelni kezdtek. Kurt, elkövettél abból bármit is, amit a szemedre hánynak? Mert mivel is vádolnak? Hogy nőket, gyerekeket? Hogy te... Szigorú voltam. Hermi, keménykezű, mert ezt várták el tőlem. A háborúban csak a halál parancsol. De hogy kegyetlen. Szerinted könyörtelen ember vagyok én, Hermi? Akkor nem. Akkor ilyesmit nem csináltál. Hermi, szörnyű dolgokat láttam. El sem tudod képzelni. Olyasmit, amit nem lehet szavakba önteni, amikről képtelen beszélni az ember. És mindez kísérteni fog, amíg élek. Igen, és ez súlyosabb büntetés, mint amit bármilyen bíróság valaha is kiróhatna rám. Örülök, hogy nem vetemettél ilyesmire. Mert egy gyerek az gyerek. Igen. Most meg hová mész? Kimegyek a kertbe, mert vizelnem kell. És magamba szívom az esőszagú, friss levegőt. És azt remélem, hogy kicsit elterelhetem a gondolataimat. Akkor hát halljam, mi a helyzet? Hogyhogy? Ugyan, ne értetlenkedj. Napok óta hazudsz nekem. Ezt hogy érted? Miért siet vissza valaki Bécsbe, Olaszországból két éjszaka után? A szíve húzta vissza hozzá. Na ne. Te át akarsz verni engem. Nem is voltál a tengerparton. De igen. Mit képzelsz? Hol máshol lettem volna? Elég jól ismerlek már, Viktor. Nem mondasz nekem igazat. De igen. Az apám közelében akarok lenni, amíg teljesen fel nem épül. Á, és ez pont 8 órányi vezetés után jutott az eszedbe? Igen, felhívtam már itt a cégnél Grádóból, és azt mondta, hogy sok minden történt az üzletben, és hogy szüksége van itt rám. Főleg, mert apa nincs itt. Ki lehet az? Már megint az a Wiesenthal. Tessék, ki az? Rendőrség, nyissa ki! Rendőrség? Majd elmagyarázom.
Legközelebb megdök lesz. Tűnés! Hosszan és mélyen aludt Viktor. Egyenesen az apjától jövök. Sajnos nincs jól. Gyenge. Nagyon gyenge. Úgy hiszi, hogy maga még Olaszországban van. Meghagytam ebben a tudatában. Tudja, áldozattá válni az rettenetes dolog. De még rettenetesebb elkövetővé lenni, és így együtt élni a bűntudattal, és... ezt hagyni örökségül a következő nemzedéknek, hisz ezáltal valamiképpen az ifjak is tettestársá lesznek. Lehet, hogy Gogol szabadlábon van. Ez helytelen, és szomorú is. De mindig kelepcében érzi majd magát, mert mi gondoskodunk arról, hogy ne felejtsék el azt, amit tett. Megérti ezt? És ez a mi küldetésünk. Most gyorsan épüljen fel. Aztán majd meglátjuk, nem igaz? Viszlát! Bohato, Bohato, Adumoi, Eloheinu melech ho'elom, Dayon Oemes. המקום ינחם אותך בתוך שאר אבלי ציון ירושלים. Stöger úr, kérem, engedje meg, hogy beszéljek Annával. Soha többé nem láthatja Annát, ne is keresse őt. És most kérem, távozzon. Csak meg akarom magyarázni Annának, hogy én... Ha még egyszer meglátom itt, kihívom a rendőrséget.
Tudhatom, miről van szó? Ha-ho! Ha-ho! Hol volt tegnap délután 5 és éjfél között? Kérem, elárulna nekem, hogy mit jelentsen ez az egész? Azt kérdezték, hol voltál? Itthon. Gyászolok, elhunyt az apám. Csak akkor hagyom el a házat, ha szólít a kötelesség. Mindjárt sírok. Tanúk? Nem hiszem. Nem hiszi? Hát az pech. Semmi. Nincs itt senki. De hát kit keresnek itt? Hermine Hartinger asszonyt, a férje nevén Google. Hol van? Ismerem a hölgyet. Ő köpött az arcodba, vicces fiú. Miért? Mi van vele? Ne pimaszkodj. Tényleg nem értek semmit. Nyoma veszett. Tegnap óta. Felvetéseink szerint elrabolták. Sőt, talán meg is ölték. És bizony maga az első számú gyanúsított. És alibit sincs. Szóval pakolj össze és indulás. Egy pillanat, elnézést. Mégis van alibim. Tegnap éjjel magam is ott voltam a rendőrségen. Ellopták a kocsimat, és én bejelentettem. 11 körül lehetett. Hová akart menni olyan későn? Azt mondtad, akkor mész el otthonról, ha nagyon muszáj. Tegnap délelőtt volt néhány megbeszélésem apám örökségével kapcsolatban. Közben bevásároltam, és a csomagtartóba tettem a szatyrokat. Amikor hazaértem, teljesen megfeledkeztem a bevásárlásról. De este 11-re már nagyon megéheztem. Szóval lementem az utcára, de eltűnt az autó. Átfésültem a környéket, mert arra gondoltam, hát ha máshol parkoltam le a kocsit, csak elfelejtettem. De nem ez volt a helyzet. Így hát elmentem a rendőrségre. Szép kis mese. Ezt meg hogy érti? Nyugalom, kolléga, nyugalom. Ettől még simán elrabolhatta, vagy megölhette Hartinger asszonyt. Vagy Gogolt. Aztán valahol elrejtette a holttestet, és vonattal szépen visszament Bécsbe. Hibátlan terv. Hát persze, és közben valahogy el kellett lopatnom az autómat, vagy valahová legalábbis el kellett tüntetnem, és simán csak rá kellett beszélnem Google asszonyt, hogy gyalogoljon el velem oda, ahová elbújtatom, vagy ahol simán megölöm. Mindezt potom 7 óra alatt, amiből minimum 4-et Dessauer úr a vonaton kellett töltsön. Ide hallgass, te is! Elég lesz, kolléga. Felteszem, egyikük sem szeretne nevetségessé válni sem az ügyészség, sem a széles nagyközönség előtt ezzel az összeesküvés elmélettel. Salom. Le kell lépned. Most rögtön. Ezek nem fognak leszállni rólad. Ez már nem tréfa. Veszélyes lehet. Haza sem mehetsz, mert talán ott várnak. Ezek vagy a rendőrök mindenképp ráthúznák a vizes lepedőt. Mit hozzak el? A pénzt a széfből és néhány személyes holmit. Tessék, írj fel mindent. Egy valakitől még szeretnék elbúcsúzni. Feltétlenül szükséges? Ismersz valakit Amerikában?
Adok pár nevetés címet, akik majd segítenek. Mindnyájunkban ott lapul a gonosz. És így magunk tesszük pokollá ezt a világot. Ne csinálj semmi hülyeséget. Vagy azt is letagadom, hogy ismerlek. Hát most nem tudom erre mit mondjak. Váratlanul jött ez az egész. Mindenről gondoskodom, ígérem neked. De mi van, ha nem akarom? Nem akarok senkitől sem függeni. Rendben, akkor majd te gondoskodsz mindenről. Ez nem vicces. Nem elég, hogy a tiltásuk ellenére mégis találkozom veled. De ha még azt is bejelentem, hogy Amerikába megyek veled, akkor apám végképp kitér a hitéből. Nekem ez nem fog menni. Nem vagyok ennyire spontán. Csak bízz bennem, kérlek. Felülünk a Zürichi vonatra. Ott egy hotelben éjszakázunk. És aztán elrepülünk New Yorkba. Egy idegen országban? A nyelvet sem tudom. Mégis mihez kezdenék ott? Minden megoldódik lépésről lépésre. Nincs hozzá mercem, Viktor. Ez akkora... őrültségnek hangzik. Képtelenségnek. Annyira váratlanul ért engem. És ott a családom. Ne haragudj, de nem tudom megtenni. Itt van minden. Vagyis minden, amit kértél. Többre nem is lesz szükségem. Szerelvény érkezik. A vágány mellett kérjük vigyázzatok. Jó barát vagy, Ali. Igaz barát. Köszönöm. Mondd, Anával mi a helyzet? Szerelvény érkezik. A vágány mellett kérjük vigyázzatok. Akkor szabad vagy. Teheted majd a szépet az amerikai lányok. Talán egy színésznőnek. Egyszer kérdezem meg, hol van a feleségem? Mondd meg! Továbbra is csak azt szeretném, ha kiállna és felvállalná az igazságot. Csak nem hagyod abba ezt a baromságot. És válaszolj, ha kérdezlek! Ha él még a felesége, amiben persze nem lehet biztos, akkor sincs sok ideje hátra. Ennyit elárulhatok. Bizonyítékot akarok rá, hogy még él. Nem lehet. Leginkább azért, mert magam sem tudom. Egy szavadat sem hiszem. Ez itt egy írásos vallomás mindarról, amit elkövetett. Ha aláírja, már is elviszem a feleségéhez, hogy éle még az kiderül. Legyen.
Alá fogom írni, de csak azután, hogy visszakaptam a nejemet. Az úgy nem fog menni. Nyugodtan lőjön csak le. És akkor biztosan meghal a felesége. Akkor hát aláírja? Tegye le a puskát. Kérem a pisztolyt is. Tényleg azt hiszed, hogy megúszhatod? Hogy nem fognak elkapni? Ez a dolog a vallomásommal pedig semmit sem ér. Mert kikényszerítetted. Ha a nejem meghalt, téged fel fognak kötni az első fára. De ha él, akkor se érsz semmit a vallomással. Kitörölheted vele a seggedet. Nem mész vele semmire. Visszaforduljunk? Mert egyre meredekebb lesz. Csak tudnám, miben sántikálsz, ha? A nejem életben van, ez már biztos. Te gyáva vagy ahhoz, hogy élj. Különben végeztél volna már velem. Itt és most. Mondd, mégis mit akarsz? Megértem, hogy most fél. Ismerős érzés. Cseppet sem félek. De igen. Éveken át alig, hanem abban a hitben élt, hogy a szerencse fia, amiért megúszta, de most mégis perezelt. Most már elég. Pontot tehetnénk az ügy végére? Te rászedtél engem, igaz? Hermine sosem járt itt, ugye? Hermi? Thank you.
hogy ez a zsidó fiú. Felismerlek. Nem menekülsz. Összetéveszt valakivel, asszonyom. Gázmaszkban mindenki ugyanolyan. El sem tudod képzelni, mi mindent meg kellett ígérnem otthon. Amerikába érkezve új életet kezdtem. Egy szabad életet. Ami erről korábban álmodni sem mertem. De azt pontosan tudtam, hogy a szabad lét nem az államhatalom vagy a jóisten ajándéka. Azért napról napra folyamatosan tenni kell. Egy nap rákerestem a neten Kurt Gogol nevére. Azt írják, a tartózkodási helye ismeretlen. De engem ez már egy jó ideje nem foglalkoztat. Azért azt tudom, hogy sajnos a gyom még mindig bárhol felütheti a fejét, és ha nem vigyázunk, elborjánzik. Magyar hangok. Fető Roland, Kapácsi Miklós, Staub Viktória, Barát István,
Beratin Gábor, Hannus Zoltán, Tarján Péter, Bordás János, Gardi Tamás, Cifra Kriszta, Hámber Talan, Papucsek Vilmos, Albert Péter, Csuha Lajos, Németh Gábor. Magyar szöveg Rozsnyik Bea és Rozsnyik László. Hangmérnök Büki Marcell. Vágó Kelemen Zoltán. Gyártásvezető Kablai Luca. Szinkronrendező Stern Dániel. Produkciós vezető Dallos Miklós. A szinkront az HBO megbízásából az IU No Hungary készítette.